köszöntöm a sajtótájékoztató részvényt. Először is vissza kell vezetni egy szép Frankhardhoz használt kérek miért utaimnak között. Bajnok, mondjuk Röbbi, majdnem most a vállalóan, a Facebookon is fontos oldal is. Cinco uno con los tres avanzados, luego Sistero con Mario Mendor. Y hemos robado muchos balones y de ahí muchos goles de contraataque y la diferencia se ha ganado. Megpróbálkoztunk több játékossal a zavaróban, és Márióval is próbálkoztunk a kettes védekezésben, a katasztalból, hogy jó védekeztünk, rengeteg labdát szereztünk, és onnan tudtunk egyszerű gólokat tenni, és azért lettek a különbség. Köszönöm, Bálintot, kérdem szépen. Jó, köszönjük a mérkőzést, az 5-1-es védekezés nagyon jó, hogy sok labdát szereztünk. A hatos falunk is jól működött, még a szintszereket is most jól is működött, de a fáradt cserébe. Most jó sokat tudnék beszélni, megpróbálok rövid lenni. Úgy gondolom, hogy egy-két ember ezt a mérkőzést nem kellőképpen való fontossággal fogta föl. Természetesen a mérkőzés annak érdekében szolgált, hogy ugye a pénteki cegédelmi mérkőzéssel felkészülés szolgáljon. Na most ennek ellenére még nagyobb problémákat hozott föl, amivel sürgősen megoldásokat kell találni. Úgy gondolom, hogy 18 eladott labdával a statisztika alapján egyáltalán senki ellen semmifajta esély nem lehetséges. A fele is sok lenne, nem pedig a 18. Természetesen a Szeged ezeket a labdaszerzéseket könnyörtelenül kihasználta. Úgy gondolom, hogy talán kapus teljesítményük volt egy picikét, úgy gondolom, hogy inkább a pozitív irányba menő és elfogadható. Én nagyon-nagyon sajnálom azt, hogy a közönségünknek ezt kellett látni ezen a mérkőzésen, és ezen a televízión keresztül elnézést is kérek tőlük, mert ez elfogadhatatlan. És mindenféleképpen azon leszünk, hogy igenis ezt a dolgot ki kell javítani, és meg kell becsülni a labdákat, és fegyelmezettel kell tudni játszani a megbeszélt támadási taktikát. Láttuk, hogy látod a mérkőzést. Szeretnék gratulálni szegény csapat. Kettőn nekünk egy rossz nap volt, máj és szombat is ugyanaz. Nem jártunk, hogy gyakartunk, nem sem tudunk edző érte tőlünk. És csak remélem, ez egy rossz periódus nekünk. Péntek napban egy nagyon fontos meccs, utána még házi meccs szokszor, ami a Balmazi, Spirit szombat, és javítani kell ez a hiba. Remélem, megyünk tovább, csinálunk, edzünk, és most jó periódus lesz nekünk.